képviselője. A tanárok jogaiért és az oktatás jobb átételéért dolgozik. Nem szeretné, hogy a kormány a diákhitelesekkel fizettesse ki kieső bevételeit. Azért küzd, hogy biztosítva legyen a rezsicsökkentett ár az oktatási intézmények számára is. Következzen a Mi Hazánk Ifjai országos alelnöke, Pércsi Viktória. Kedves honfitársaim! Mivel a kormány képtelen meghallgatni a Mi Hazánk javaslatait a Nemzet templomában, így újra az utcára vonulva kell hangot adnunk az elégedetlenségünknek. Most már nem elég a szép szó, tettekre van szükség, ugyanis Magyarország jövője forog kockán. A társadalom minden csoportját érintik a Fidesz értelmetlen rezsimegszorításai, köztük a fiatalokat is. Mi is érezzük a megszorítások terheit, mi is látjuk a napról napra emelkedő árakat, és mi is tapasztaljuk szüleinken az aggodalmat, hogy ki tudják-e fizetni a rezsiszámlákat, vagy tudnak-e aznap meleg ételt rakni az asztalunkra, ugyanis az árak csak nőnek, a fizetések pedig elinflálódnak. Eljutottunk odáig, hogy egy pályakezdő vagy egyetemista már nemhogy saját lakáshoz nem tud jutni, de az elszálló ingatlanpiac és rezsiárak miatt sok esetben már az albérlet sem jöhet szóba. Mit fog tenni ezekért a fiatalokért a kormány? Őket is az útszélén hagyja majd, mint például a tanárokat? Nem elég, hogy a diákok idén sem térhetnek vissza a Covid-őrület után a normális tanítási rendbe, mert a kormány nem képes megoldani az iskolák fűtését, de már ott tartunk, hogy nem csak ki tanítsa a jövő generációját. És ami még felháborítóbb, hogy mind a Fidesz, mind a balliberális oldal a politikai sárdobálás szintjére süllyeszti ezt a nemzetünk fennmaradásához elengedhetetlen témát. A jövőnk nem politikai, hanem nemzetstratégiai kérdés, ami a rendszerváltás óta lesöpört és elhanyagolt terület, ezzel tudatosan butítva a társadalmat. Így megkérném a kormány és a balliberális tömb képviselőit, hogy hagyják abba a tanárok és a diákok kihasználását, és energiáikat inkább a probléma megoldásába fektessék, mert ez nem játék, és Magyarország nem játszótér. Nem foghatja a kormány a háborús inflációra azt, hogy az életszínvonalunk csökken, azt, hogy egy átlagos magyar családnak számolgatnia kell, hogy élelmiszert vegyen, vagy kifizesse a számlákat, és azt, hogy a gyerekeknek 18 fokban kell tanulniuk, ha egyáltalán van tanár. Ezek mind az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikája és a választások előtti felelőtlen osztogatások következményei. De a Mi Hazánk nem csak rámutat a problémákra, hanem megoldást is kínál, melyet a Fidesz rendszeresen figyelmen kívül hagy, és gyáván az előre megírt propaganda szövegeik mögé bújnak, mind a parlamentben, mind a médiában. Ha figyelembe vették volna a javaslatainkat a személyeskedés helyett, nem került volna Magyarország ebbe a gödörbe. Ilyen javaslat például a digitális adó bevezetése, melyet az óriás tech cégek fizetnének be a magyar államkasszába, valamint a multinacionális cégek állami támogatásának megvonása. Már az ezekből befolyó pénzből bőven megoldható lenne a tantermek befűtése és a tanárok bérének azonnali rendezése. Természetesen ezeket mind elutasította az Orbán kormány, hiszen ők nem a magyar emberek, hanem a globális nagyhatalmak oldalán állnak. Ezért vagyunk mi is most itt, hogy megmutassuk, minket nem lehet csak úgy egyszerűen megkerülni, és ahogy a parlamentben, úgy az utcán is kiállunk a magyar emberek érdekeiért. Nem hagyhatjuk, hogy tönkretegyék a jelenünket, ezzel elvéve a jövőnket. Nem hagyhatjuk elveszni a jövő generációját. De változást csak önökkel, veletek érhetünk el, ugyanis minden magyar felelős, minden magyarért. Köszönöm, hogy meghallgattak.